Sziasztok! Ez itt a Summoner Wars gyors tarpaló, én Zsolti vagyok, és most a tudattörők pakliát fogom nektek bemutatni. A tudattörők paklia az én kedvenc paklim volt az első kiadásban, és a második kiadásban sincs ez másképp. Nagyon sok oldalú pakli ez, nagyon sokféleképpen lehet játszani. Éppen ezért ne egyféle stratégiával próbál játszani, hanem mindig alkalmazkodja az aktuális helyzethez. Ha az ellenfeled támad, akkor inkább te védekező játékot játszál. Ha az ellenfeled inkább védekezik, akkor pedig támadó játékot játszál. Alkalmazkodj mindig. A pakliban lévő egységeknek gyakorlatilag egy bajnokot leszámítva mindegyiket távtámadó, viszonylag kevés élettel. Próbáld folyamatosan a távolságot tartani az ellenfeledtől, és úgy próbáld messziről legyőzni az ellenfeledet. A győzelmet kulcsa az lesz, hogy kizökkensd az ellenfeledet abból a formációból, amiben ő közeledik feléd. És akkor nézzük is a pakli tartalmát. Először is természetesen van egy idézőnk, akinek nem kísérelem meg kimondani a nevét, mert elképzelésem sincs, hogy hogy kell. Az ő képessége a tudatlopás, amivel át tudja állítani ellenfeleit a saját maga oldalára. De ez egy nagyon helyzetfüggő képesség, hogy mikor érdemes használni, ugyanis ha nagyon bekerítettek, akkor már nem nagyon fog rajtad segíteni, viszont időnként, akár támadáshoz is, nagyon jó képesség lehet, hogy kicsit megbolygasd az ellenfél sorait. Az első közönséges egységünk a széljáró mágus. Ő lesz a legfontosabb közönséges egységed. Ha lehetőséged van arra, hogy letedd a táblára, tedd le a táblára. Ő lesz a kulcsa annak, hogy folyamatosan mozgassad a táblán lévő egységeket, úgy, ahogy az ellenfeled nem szeretné. A második közönséges egységünk, a másik kulcs egységünk mondhatni, a széljáró íjász lesz. Nagyon nagy sebzést tud, nagyon távolról leosztani, ezért nagyon fontos, hogy amennyiszer csak tudsz, támadjál ezekkel az egységekkel. Gyakorlatilag ezzel a kétféle egységgel végig tudod vinni a játékot, az összes többi már csak ennek a támogatására lesz. A harmadik közönséges egységünk a szemfényvesztő. Nem különösebben erős, de legalább olcsó. Őt igazából arra fogod használni, hogy védekezzél vele, vagy esetleg amikor támadsz, akkor az elsősorban velük menj és megakaszd az ellenfelednek a mozgását. Végül a negyedik közönséges egységünk az elmeboszorkány. Ő viszonylag olcsó, viszonylag sokat támad, viszont így a képessége az nagyon-nagyon helyzetfüggő, megint csak teljesen függ attól, hogy éppen milyen frakció ellen játszol. Lehet, hogy teljesen haszontalan lesz a játékod során, és egyet sem akarsz belőle kihozni, de van, hogy kifejezetten hozzásegít majd a győzelmedhez. Ahogy minden frakcióban, úgy itt is lesz három darab bajnok egységünk. Első bajnok egységünk Kalal, akit akkor érdemes kihoznod, ha azt érzed, hogy kicsit belassult a játék. Ő gyakorlatilag ugyanazt csinálja, amit a széljáró mágus, csak erősebben. Második bajnok egységünk Gul'dun lesz. Ő az egyetlen közelharcos egysége a frakciónak, így hát természetesen erre is kell használni. Amikor ellenfeled megközelít téged közelharci távolságba, akkor érdemes őt kihozni és kicsit rendet rakni a táblán. Végül a harmadik bajnok egységünk Gvalark. Ővele én befejezni szoktam a játékot. Miután megközelítettem az ellenfél idézőjét, utána a lebegés képességének hála az összes egységeddel rá tudsz repülni szó szerint az ellenfél idézőjére, és befejezni a játékot. Az eseményekkel nem szeretnék végigmenni, mindegyik szerintem magától értetődő, azért egyet mégis kiemelnék, az pedig a csapás. Ugyanis egyrészt van neki egy mágia pontos költsége, ami elég ritka az eseményeknél, ezért nagyon ritka az, hogy érdemes ezt kihozni, viszont ha érdemes kihozni, akkor viszont játékot tud fordítani. Ugyanis ezzel elérheted azt, hogy egy bajnok egységet akár bevéd közvetlenül az idéző mellé és befejez vele a játékot, vagy éppen, ha pont az idéződet nagyon szorongatja egy ellenséges bajnok, akkor őt is el tudod onnan vinni. Hát ennyit tartottam fontosnak elmondani erről a frakcióról, remélem segítségetekre lesz. Hogyha van olyan bajnok vagy közönséges egység, akit teljesen máshogy használjátok, mint ahogy én elmondtam, akkor mondjátok el lent a kommentek között. Sziasztok! Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és nyomjátok meg a videó alatt a kis csengőt, hogy értesüljetek a legújabb tartalmainkról. Emellett elérhetőek vagyunk Facebookon, Instagramon és TikTokon is, ahol rengeteg tartalmat megosztunk veletek. Ha pedig szeretnétek az új akcióinkról értesülni, vagy az újdonságainkról, iratkozzatok fel a hírlevelünkre. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, sziasztok!